Jó estét! Hát, Robi, Prigozsin kiesett az ablakon. Kezdjük ezzel. Bizonyára álpucs volt. Ja, ez a régi vitánk. Igen. Hát ez a megtorlás, ez legalábbis azt a feltételezést engedi, hogy nem az orosz állam érdek mentén zajlott a Prigozsin-féle lázadás. De nem... az orosz állam érdeke mentén terveztek egy álpuccsot, ő ebbe belement, és aztán kinyírták, tudod, elvarták a szálakat. De lehet, hogy ki se nyírták, nem ő volt ott. Meghamisították a DNS-ekről szóló jelentést, tudod? Tehát ez a, figyelj, 21. században élünk, ezt gondolom, hogy gratulálunk, fiatal úr. Igen. Szóval, jó, most akkor ne poénkodjuk el, tényleg, ennyi, de várjál, valamit akkor se értek, ő nem tudta ezt előre. Egy naív ember volt, az egykori sütődésből lett, izé, érted, az egykori sütődés, mivel kezdte a csávó, ilyen büfés volt. Büfés, bazd meg, és aztán a büfésből lett egy ilyen Afrika korpsznak a izéje, tudod, ilyen... Rommel. Hát igen, kvázi, ja, az orosz rommel, csak ilyen vadkapitalistába, érted? Gyémántok, rabszolgák, Afrika, érted? Aztán ukrajnai háború, tömegmészárlások, de olyan naív volt ez az ember, érted? Tehát, tehát nekem akkor se százas az egész, még hogyha tényleg így zajlott, akkor se, érted? Uh-huh. Valahogy nem értem. Apropó, egyébként az Utkin is kiesett az ablakon, tudod? Uh-huh. Az Utkin az tényleg náci volt, ilyen SS-tetkók voltak rajta. Na most a Prigozsin az... zsidó volt. Bazd meg, ezeknek az embereknek tényleg nincsenek előítéleteik és sztereotípiáik. Érted? Haverok és üzlettársak. Prigozsin zsidó, meg a Prigozsin náci... zsidó volt? Hát úgy tudom. Igen? Ün. Wow. Na ezt és... én nem is tudtam. Ez mutatja a toleranciát. Nincs fajgyűlölet, tessék. Na most az is azért érdekes minden esetre, hogy Oroszország két ilyen hatalmas urasága, oligarchája egy repülőgépen repül. Hogy került ez a két ember egy repülőgépre? Őnekik tényleg annyi venni egy repülőgépet, mint egy, neked egy doboz gyufát? Ez egy... Még hogyha nem fenyegetik őket, még hogyha nincsenek rajta a Kreml halállistáján, akkor sem lett volna szabad ennek a két embernek egy repülőgépen utaznia. És hogyha a levegőbe... Az alapvető biztonsági minimum, de hogy ott beszélnek meg valamit. De nem. Tudod? Nem a repülnek. Levegőbe. De nem repülnek közös repülőn. Meg, ha megbeszélnek valamit, akkor azt telefonon beszélik meg. Tudod? Nem, telefon, azt lehallgatják. Ez egy irreális kockázat, de ez egy irreális kockázat. De gondolom, hogy én úgy képzelem, hogy vannak védett vonalak, amiket nem hallgatnak le, vagy amiket nem tudnak lehallgatni. Tehát én azért úgy képzelem, hogy ezek az emberek képesek arra, hogy diszkréten beszéljenek, de még hogyha találkoznak is és beszélnek is, akkor is nyilvánosan teszik, nem egy repülőgépre ülnek föl ketten, hogy egy lövéssel lelőjék őket. Nem is ketten, mert még voltak mások. Hát tizen voltak összesen a géppel. Vagy ennek a két nagyon értékes, nagyon hatalmas figurának nem lett volna szabad egy repülőgépen tartózkodnia. És akkor ezt hogy magyarázod? Te a racionalitásnak a híve, szemben az én konteós. Most érted, értelmezhetnénk a dolgot úgy, hogy a Prigozsin baszta át a Kremlt, és olyan információt juttatott el hozzájuk, hogy azon a repülőgépen rajta fog ülni a Prigozsin, meg az Utkin, érted? És amikor ők ezt beszopták, akkor lelőtték a repülőt, na de mostanra már megvan a genetikai vizsgálat, azért nem égett ott mindenki szét teljesen. Azokból a hanvakból genetikai vizsgálatot oda készítettek. Oda csempészték a Prigozsinnak ez. Na igen, tehát ezt így már nehéz elképzelni. Most beszopatta a Prigozsin a Putyint,
az lelőtte egy repülőgépet, ami nem is volt rajta, majd már annyira ciki lett volna beismerni, hogy nem volt rajta, hogy hiába nem sikerült megtalálnia a maradványait a repülőn, most már nem ismerhetik el, hogy nem sikerült lelőniük. De ezzel viszont azt kockáztatják, hogy a jövő héten jön Prigozsintól egy üzenet, hogy hello. Azt azért talán mégsem fogják reszkírozni, mondjuk a temetése után. Ez már a legutóbb a James Bondnak sikerült a saját temetése után felbukkanni. Nem hát valószínű, az... hogy tehát túl bonyolult, bármi lehet. Tehát megint ott tartunk. Ja. Az jutott eszembe, hogy Prigozsin harmada napra föltámad. És... Hát... Hiszen zsidó. Igen, így van. Egy ismerősöm írt egyébként egy ilyen teljesen őrült, ilyen szent oroszországos szöveget erről az egészről. Ha nem ismerném őt, akkor egyértelműen irónia lenne az egész, kurva jó volt, kiposztoltam, mindegy. Szóval a Prigozsin, mint pantokrátor. Tehát minden, ez egy hitvédő. Ő csak egy kis Sztálint akart volna a Putyintól, de az már cinikus volt, érted? Stb. De egyébként most mosdatják Sztálint. Tudod? Hát, szobrot avattak Oroszországban, megint Sztálinnak, amit egy pap szentelt fel. Vágod ezt? Na, ez már de azért ez... pár ortodox papnál is Oroszországban kivert a biztosíték, hogy... Jó, ennyit, ezt azért talán még se kéne. Na ez azért nagyon kemény. Hát ez azért már túl kemény. Hogy a Sztálinnak avatnak szobrot, de az nem elég, hanem egy ortodox pópa jöjjön és az avassa föl. Tudod, hogy össze kell házasítani olyan dolgokat, amik... legutóbb Sztálingrád ostromakor békültek össze. Hát persze. Kibékült hát, az egyházzal, mert muszáj volt. Hát ott ez egy olyan szituáció volt, amikor el kellett temetni a régi sérelmeket. Így az új sérelmek megtorlásának az oltárán. A nagy honvédő háborúnak az egyik vezér himnusza, talán himnuszának lehet nevezni, a Szent Háború. Maga ezt a címet viseli, hogy a Szent Háború, és azt egyébként egy orosz egyházzenész írta a szovjet hadseregnek. Tehát vannak ennek gyökerei, tudod? És a 30-as évek után ez egy nagy megkönnyebbülés volt. És az a helyzet, hogy a háború után Sztálin tulajdonképpen békejobbot nyújtott az oroszoknak. Közösen sikerült megvédeni a Szovjetuniót, és nem tértek vissza a 30-as évek. Hát véres, rettenetes terror, ami a 30-as években zajlott. Továbbra is tartott, Robi. Zsidó orvospereket készítették elő. Igen, de nem a 30-as évek. 53 tavaszán halt meg Sztálin. Nem a 30-as évek fordulatszámán. Nem a 30-as évek. Na jó, de hát kivérzett az egész ország. Tudod, 20 millió áldozat. Igen, de szóval, hogy ott... Több, mint 20 millió. Ott valahogy a nép és a vezér békét kötöttek. Konszolidációról azért még ne beszéljünk. Tehát azért nem. Ruscsov kezdte. Így van. Na, figyelj, térjünk vissza még Prigozsinra. Nem is magára Prigozsinra, mert tényleg erről kurvára nem fogunk megtudni semmit. Majd 50 év múlva talál. És én kíváncsian várom. És a visszatérve erre, figyelsz? Mennyien kiestek az ablakon? Jó, volt, aki a jaktyából esett ki. Volt, aki a hegyről. Voltak, akik földszinten haltak meg. Láttam egy ilyen táblázatot, ki is posztoltam, hogy most Prigozsin és útkint tartják a csúcsot. Ők mert estek a legmagasabbról. Bazd meg, és a szimbólum is, vágod, a legmagasabbról esni, ugye, metafor, na így animálja a történelem a metaforát. Szó szerint kell érteni. És bazd meg, ez ugye egy gangster tempó. Na, amatőrizmus ez a FSB-től? Nem. Én nem nézek ilyen amatőrizmust, hogy így, itt szándékosan nem akarják elrejteni a leszámolást. Nincsenek koncepciós perek se. Navalnyi, oké, vannak politikai foglyok, érted?
De ezeket az oligarchákat, ezeket nem koncepciós perek, az utolsó ilyen oligarcha elleni koncepciós per az a, hogy hívták azt a csávót? A Hodorkovszki, így van. Azóta nem tudok ilyenről. Ezek kiesnek az ablakon. Na, elgondolkodtam ennek az egésznek a jelentésén. Mert annyira leplezetlen, gangster tempó az egész, hogy ez nem létezik, hogy ne direkt legyen, és ezzel ne üzennének valamit. Hogy ne lenne direkt? Magyarországon talán véletlen, hogy ugyanazon a napon halt meg Berki Krisztián és Emri Hárp? Pont ugyanazon a napon. Milyen különös. Na jó, de hogy lehet, amúgy az hogy... egyik a másiktól bérelt autót, van egy csomó fotó róluk, ahogy ott haverkodnak, és valahogy ugyanazt testesítették meg a magyar nép szellemében, a magyar közszellemben. Volt köztük különbség azért. Volt köztük különbség. A Berki Krisztián az a hazugsága volt annak, aminek a valósága. Emri Hárd volt a valósága. De akárhogy is, a magyar közgondolkodás hasonló módon gondolt rájuk, vagy hasonlót tartott róluk. Na most, amikor az Emri Hárd meg a Berki Krisztián ugyanazon a napon halnak meg, és ráadásul ez a nap egy olyan nap, amikor az előző Orbán kormány már feloszlott, de a következő Orbán kormány még nem állt föl. Tehát a két Orbán kormány közötti interregnumban történik meg velük. Mielőtt az új kormány felállna, tudod, a köztes időszakban, amikor elméletileg csak ügyvezető funkciót lát el az állam. Nem ismerős az a mondás, amikor a Michael Corleone azt mondja a keresztapában, hogy a Corleone család ma rendezi a számlát. És tudod, aznap történik az összes gyilkosság, és akkor... Amikor keresztelik amúgy a gyereket. Coppola egy ilyen kollást csinált, egy ilyen filmes kollást csinált, hogy hogyan rendezi a számlát a Corleone família. Ugye ez üzenet. Nem igaz, hogy nem tudták volna úgy intézni, hogy Emri Hárd és Berki Krisztián különböző napokon halljanak meg. Ne pont ugyanazon a napon halljanak meg. Ráadásul a Berki Krisztián hát legalábbis gyanús körülmények között halt meg. Bent a lánya, kislánya alszik, az igazak álmát alussza, a szobában, kint az erkélyen Berki Krisztián halálra kokainozza magát. Na most én a Berki Krisztiánból azért ennél többet néztem ki. Úgy képzelem, hogy azon a nyálkahártyán már sokkal több kokain lefolyt, ahogy mondani szokás, és valahogy a Berki Krisztián egyikbe se halt bele. Én úgy képzelem, hogy ennél azért nagyobb bulikban is volt Berki Krisztián, ahol jobban megterhelte a saját szervezetét kokainnal. És valahogy mindegyikről a két lábán ment haza. Hogy a faszba történt az, hogy akkor lett túl sok a kokain, amikor Berki Krisztián egyedül ült kint az erkélyen, és bent a lánya aludt. És azt mondta, hogy na, ez most egy jó szituáció, szippantok egy akkorát, csak bele ne halljak. Ez egy, most egy akkora, olyan bulis helyzet, tudod, hogy bent alszik a gyerek, én meg itt kint ülök. De nem volt ott pont senki, akivel, pont nem volt ott senki, akivel megosztotta volna a csíkot. Aha! Ha lett volt, megmentette volna az életét. Akkor meg. Igen, egy Friderikus Sándor akkor esetleg ott ült volna mellette, megmenekült volna Berki. Emri Hárd, figyelj, az Emri Hárd meg szívbeteg volt, ez köztudott. Igen. És milyen különös, és, hogy az a billentyű a szívben, meg az a kokaincsík az orban, egyszerre ütötte a 12-t. De Robi, nem hallottál Carl Gustav Jungnak a szinkronicitás elméletéről? Tudod, a kollektív tudattalan archetípusai.
Na mit mond a közönségből a szakértő már megint? Hogy ugyanígy halt meg Homonnai Gergely is. Egy nap a Emery Hardon? Nem, kokain, kokainozott. Tehát a kokainba bele lehet. Ne zárjuk ki, hogy azért meg lehet halni a kokaintól is. Tehát én nem mondom, hogy a... Most érted, az van, hogy a... Egyébként a fűtől is meg lehet halni. Aki látta a Szomszédok című sorozatot, abban van egy rész, hogy a srác a fűtől ott meghalt, és a barátai szemét módon, kiderült, hogy nem is barátok, ott hagyták őt cserbe, a tínédzsert, és akkor kijött Magenheim doktor, és azt mondták, mikor vezetik már be végre azt a törvényt, igen, ami megtiltja a drogozást. És haza, meg haza lehet halni bármitől. Hazament Magenheim doktor, és kérdezte a felesége, hogy hát mi a baj, mert azonnal látta a doktorom, hogy a doktor el van csigázva. És a doktor csak annyit válaszolt, hogy az a rohadt kábítószer. Hát igen. Igen, szóval, hogyha a füvezésbe is így meg lehet halni, hogy valaki többet szippant, akkor a kokóba is meg lehet halni. És... Na most az van, hogy én nem látom be, hogy a Homonnait a kormányzatnak, vagy a magyar titkosszolgálatoknak el kellett tennie láb alól. Nem látom be, hogy a Homonnai veszélyeztetett volna ebben az országban akárkit a hatalom berkeiben. Viszont a Berki Krisztián meg az Emery Hard, ők kritikus mértékig nereződtek össze. Ők kritikus mértékig voltak azonosíthatóak a rendszerrel, és gengszterségük, vagy vanabi gengszterségük kezdett visszaégni a rendszerre magára. És ez kellemetlenné vált az Orbán Viktornak, meg a rendszerének. Ez azt jelenti, hogy amikor például az Emery Hardnak még nem lehetett tudni, hogy mit szándékozik a rendszer az Emery Harddal tenni, akkor még volt Echo TV, az Echo TV-ben leadtak egy riportot Emery Hardról. Hát az elképesztő volt. Az olyan volt, mint amikor a Baukó Éva bement a TV2-be, és így kihúzták a haját ilyen hajvasalóval, és így ráadtak valami, nem tudom, olyan ruhát, amilyen az életében nem volt rajta, és azt mondja, hogy nagyon keresztény neveltetést kaptam, és hát közösülni akart velem az ánuszomon keresztül, és akkor így visszakérdezett a Marsi Anik, hogy micsoda? Mit akart a mocskos állat? Nem is értette, tudod, Marsi Anik, hogy erről még nem hallott, hogy közösülni az ánuszodon keresztül, a büdös faszát, a seggedbe akarta rakni, te keresztény lány! Na most, ez egy ehhez hasonló, hát hogy mondjam, hitelességű anyag készült az Echo TV előadásában Emery Hardról. Emery Hardra ráadtak egy olyan horgolt kardigánt, amilyet én legutóbb a Kurt Cobain-en láttam. Abszolút ez a Kurt Cobain volt az utolsó olyan rossz fiú, akire ilyen kardigánt ráadtak. De ugye amíg a Kurt Cobainra a nagymamája adta rá, addig az Emery Hardra Echo TV producerei. És a kezébe adtak egy ecsetet, és leraktak elé egy festményt, ami félig meg volt festve. És az Emery Hardnak az volt a dolga, hogy azt mondja, hogy hát ő itt szeret festeni abban a kardigánban. Tudod, félig volt megfestve a festmény, és tudod, valami udvarház volt, meg valami pulikutya a udvarban. És a kezébe adták az ecsetet. Mert akkor tudod, ők ott az Echo TV-ben úgy kalkuláltak, hogy a pártállamnak most erre van szüksége. És aztán kiderült, hogy hát ezt nem az Echo TV-ben döntik el, és akkor az Emery Hardra rosszabb idők jöttek. Emery Hardot bevitték a sitre, de tudod, nem úgy végeztek vele, ahogyan egy jogállamban, mert egy jogállamban is lehet egyébként halálbüntetés, mondjuk, bíróság elé állítják, elítélik, kivégzik.
hanem úgy, ahogyan egy ilyen mafia államban. Elítélték valami börtönre, bement, de már nem jött ki. Bent maradt. De Robi, erre semmi... Bent rossz világa volt. Érték mindenféle traumát. Figyelj, semmi bizonyíték. Szívbeteg nincs, volt. Nincs erre semmi bizonyíték. Hát nincs. Tudod? Na pont ez a lényeg. De arra sincsen semmi bizonyíték, hogy azok az emberek, akik kiestek az ablakon, azok nem depressziósak lettek odaföl. Fölmentek a 72. emeletre, és azt érezték, hogy hát úgy elszomorodott a szívem. Kiléptek az ablakon, mert most itt, ebből az oligarha létből elég. Megcsömörlöttem. És kiléptek az ablakon. Semmi bizonyíték. Nincs. 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 Legyünk jó hiszemek. Ja. Jó állampolgár. Igen. Én az vagyok. Helyes. Én helyes. El is határolódom tőle. Úgyhogy... Helyes. Szóval, hogy én inkább tudom elképzelni, hogy a Berki Krisztiánnak adtak egy olyan csomagot, ami csomagban nem kokain volt, vagy nem csak kokain volt. Hanem fű? Halálos fű volt benne. Halálos fű. És halált, a Berki Krisztián halált hozó fűterem. Gyönyörű, szép szívem. Igen, így értette. József Attilát. Végre szavalunk József Attilát. Robi! Így értette József Attila, hogy a költő sose lódít, az igazat mond, ne csak a valódit. Igen. Ő hát erre mondják, hogy proféta. De akkor József Attila is a drogról írt. Hát erről írt, erről a szituációról. Az a halálhozó fűterem, az József Attila sírjáról szedték le a füvet, amit ott beleraktak az acskóba. A Berki Krisztián felszippantotta. Én így gondolom. Igen. És hát szóval, hogy azt is el tudom képzelni, hogy Berki Krisztiánnak nem volt más választása, mint felszippantani a halált hozó füvet. És hát, és tudod, pont ugyanaznap. És csinálhatták volna másnapon is. Azért nem csinálták különböző napon, hanem ugyanazon a napon a Berki Krisztián meg a Emrihard számlájának a rendezését. Mert pont, hogy azt akarták, hogy kétség ne férjen ahhoz, hogy ezek az esetek összefüggnek, és nem véletlenszerűek. Éppen, hogy üzenni akartak azzal, hogy ugyanaznap történik. Üzenni akartak mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy okosabb Orbán Viktornál. Vagy hogy majd ő itt akármit tehet. Vagy hogy majd ő itt... Csak az az érdekes, hogy ez ugyanaz a Berki Krisztián, akit 19-ben még rám indított a Rogán Antal. Ez ugyanaz a Berki Krisztián, de a magyar állam elindít, aztán meg halált hozó fűterem. Hát ez de figyelj, legalábbis... Tehát... Kurvára nem szeretném, ha a Dumád után, én holnap vagy holnap után kapnék egy vendéget, aki tenne nekem egy ajánlatot, hogy a barátomat... Esetleg a barátom túl fogja szívni magát spanglival. És jó lenne, ha nem lennél a közelben, mert esetleg neked is bajod lehet. És de hívhatok valaki mást az apura beszélgetni. Igen, és akkor kell jól átgondolnod, hogy kit hívsz. Na ja. Bajer Zsoltot. Húzigálod jó, a gyufád, bazdnek. Lehet, hogy egy csifferrel megúszod. Megúsz, jól van. Na figyelj! Visszatérve erre, és én csak in abstraktó akarok erről beszélni, konkrétumok nélkül az elvről magáról. Csak az elvről. Szóval figyelj, hogyha sorozatban tömegével vannak ilyen esetek, hogy kiesik valaki az ablakon, és nyilvánvaló, hogy ez nem a profizmus hiánya, hanem ennek van egy üzenetértéke. Uh-huh. Arra gondoltam, hogy a koncepciós per, mint olyan, az mit üzen? Az azt üzeni, hogy itt van jog. Jog. A jog az maga az állam. A jog az állam. Amikor a jogot érvényesítjük, akkor az állam szólal meg. A fölöttünk álló, mindenki fölött, még Sztálin elvtárs fölött álló törvény, még a Sztálin elvtárs fölött is álló törvény szólal meg. A jog, az absztraktum, az állam. Ez az erős államnak a önkifejeződése. Most más kérdés, hogy önkény, meg egy rablóbanda vezeti, de a látszat szintjén, a spektákulum szintjén az erős állam
mert a jog az állam önkifejezése. Ha viszont ezt üzenik, ennek ugye van egy szerintem egy kettős üzenete van. Az egyik az az, hogy hát tudjátok, hogy merre hány méter. Hát ez a nyilvánvaló üzenete, oké. A koncepciós pernek is van ilyen üzenete. Ellenben, hogy nem per zajlott le a hazaáruló Prigozsin ellen, vagy a akármilyen oligarha ellen, és nem Szibériába végzi, hanem kiesik az ablakon, annak van egy mélyebb üzenete, hogy nincs állam. Itt család van az állam helyett, érted? Vagyis az ilyen típusú diktatúrák, meg önkényuralmak, meg tekintélyelvű rezsimeknél az állam gyenge. Mindenki azt hiszi, hogy az az erős állam, amikor ott van bazd meg a koncentrált hatalom, ott van az erős ember, a diktátor, és akkor azt csinálnak, amit akarnak, és elviszik a Puzsért, és a dumája miatt leveri a vesélyét a Gestapo, vagy az AVH. Oké. Nem. Az az igazság, hogy az ilyen állam gyenge. Tudod? Gyenge. Az állam maga gyenge. Az az erős állam, ahol az intézményrendszer a politikustól függetlenül szilárdan működik. Bezony. Jó, érted? Akkor, jó, akkor... De azért zárójelben szeretnék még valamit mondani. Azt ugye tudod, hogy a RAF-nak, Rote Arme Fraktion, a vörös brigádok meg ezek, a német, a Bader-Meinhof csoport, bocsánat, ott is megöngyilkolták ám magukat a polgári demokratikus NSZK börtönében. Ugye azt tudod, hogy az is milyen öngyilkos. Fölakasztotta magát a cellájába, egyébként csináltak filmet is róla, nem is tudom, már kirendezte, nem a Fassbinder, valami másik ilyen balos német rendező, Ólomidő volt a címe, és nagy valószínűséggel kinyírták őket a börtönbe. Pedig az egy polgári demokrácia. Akkor magyarázd el, az egy polgári demokrácia volt. Magyarázd el nekem, légy szíves, hogy miért nem rendezik meg Oroszországban ezeket a koncepciós pereket. Ne, figyelj, csak ez egy kérdés volt a részemről. Tehát, bazd meg. Gyenge az állam, de miért gyenge? Lehetne ugyanezzel, vagy nagyjából ugyanezzel az erővel erős is, megrendezhetné, ahogyan megrendezte a Hodorkovszkijnak a perét, aha, megrendezhetné a te volna, Prigozsinnak a perét. És mégse. És mégse. Mi az oka? Nincs jog. Fő van a jog függesztve, kész. Miért? Itt nincs. Hát ez a kérdés. De érted? Mert annyi lusták? Lusták lefolytatni? Biztos, hogy nem. Akkor? Biztos, hogy nem. Nem lusták. Jó, lehet viccelődni, hogy ez olcsóbb. De hát nyilván ez csak egy poén. Érted? Nem. Nem. Valami miatt ez az üzenete, bazd meg, hogy itt... De miért akar gyengeséget üzenni egy állam? Pont az az állam, amelyik a maga erejének... A hatalmi garnitúra fejezi ki magát, hogy az állam fölött áll. Az állam gyenge, mi annál erősebbek vagyunk. De Putyin megtehetné, hogy az állammal legyen azonos. Miért hozza azt a döntést, hogy a hatalmi garnitúrával azonos? Szerinted? Nekem fogalmam nincs. De ezt máshogy dekódolni nem lehet. Miért nem rendeznek koncepciós pereket, Robi? Lehet, hogy... Miért? Vagy miért nem rendeznek olyan baleseteket, amelyek hihetően balesetek? Hát itt teljesen világos, hogy ez egy átlátszó, és mindenki tudja, hogy ezek nem balesetek, depressziósan esik ki az ablakon. Mert az a cél. Mert az a cél. Igen, de miért? Miért? Lehet, hogy ők úgy kalkulálnak, hogy ez nagyobb félelmet kelt, mint a koncepciós perek sorozata. Tényleg? Oroszországban? Lehet, hogy ők úgy kalkulálnak, hogy az a tény, hogy bármelyik nap érted jöhetnek, bármikor kieshetsz az ablakon, azt üzeni, mert tudod, ezelől nem lehet elmenekülni. Ezelől hiába mész külföldre. Ott is van emelet. Ja, értem, értem. Érted? Ott nem lehet koncepciós pert lefolytatni, ha te emigráns vagy, de depressziósan kieshetsz az ablakon. Angliába is, az Egyesült Államokba is, Kanadába is, bárhol. Tehát minden útól érünk téged. Igen. Ahogyan Trockinak is sikerült fejbe találnia magát egy jégcsákánnyal, annak ellenére, hogy nem utazott haza koncepciós perben részt venni. Igen. Ja, oké, meggyőztél, teljesen világos. Apropó, resztalinizáció, azt tudod, hogy a új putyinista történelem könyvek mit írnak 56-ról? Uh-huh. Na, föl akarok olvasni egy cikket, figyelj!
Na figyelj, új szelek fúdogálnak a magyar égbolton. Én magam is meghökkentem. Tudnék, én azt hittem, hogy most megjelent ez az új narratíva, hogy hát Sztálin az oké, okay. Lenin az egyre inkább háttérbe, Sztálin egyre inkább oké, okay. Hát persze, hogy egy nacionalista diktátor volt, és vagy így dekódolják a szimbolikus alakját manapság, és tudod, 56-ot leverik az oroszok, stb. Stb. És akkor én azt várom, érted, a jobberektől, az előző egy-két év tapasztalatai alapján, hogy hát lehetne egy ilyen, hogy hát számunkra tragikus, de őket megértjük, olvastam ilyen kommenteket az előző hónapokban, de őket megértjük, nekik ő volt a hős. Tudod, a magyar jobber az mindig híres volt az ilyen empátiáról, mások megértéséről. Igen, nekik ő a hős, na, nekik ő a hős. Brüsszel az igazi sztálinizmus. Ő nekik ez egy nemzeti hős, nekünk rossz volt, igen, sajnos, szembe kerültünk egymással, igen. És akkor most lehet, hogy nyugati imperialista áskálódások miatt, az amerikaiak miatt kerültünk szembe egymással. Szakirodalom van, hát bazd meg, le kéne porolni, Hollós Korvin Lajos, Lajtai Vera, izé, faszom tudja mi a címe, a Fehér Könyv volt, a 56 után ilyen pártállami kiadványok, amik leleplezték az ellenforradalmat, és minden, az egyik leghíresebb kép, hogy amerikai zászlóval leborított követségi kocsi megy végig Budapest utcáin, tudod, és ott állnak a izék, az ellenforradalmár bandita bűnözők. Na, és akkor ezt most egy kicsit, hogy ők hősök voltak, én már kitaláltam, bazd meg, egy ilyen jó putyinista narratívát, ami kicsit közelít, de azért nem áruljuk el teljesen 56-ot. Nézzél, hogy azok a Korvin köziek, a kis emberek, igen, azok hősök voltak, mert a Nagy Imrék, a mocskos kommunisták amerikai áskálódásra meg pénzért belevitték az országot egy nyilvánvaló provokációba. Tudhatták volna, hogy úgy is levernek minket. És az igaz hazafiak áldozatul estek, sőt, megfejelném még azzal is, hogy ezzel csalták lépre az igazi hazafiakat, hogy aztán kivégeztethessék őket, érted? És ezt mind az amerikaiak áskálódása és stb. Tehát meg lehetne, az meg legnagyobb meglepetése, mert nem ez történt, hanem a Demeter Szilárd, meg a Nemzeti Emlékezés Bizottságnak a elnök helyettese elkezdett tiltakozni, hogy Oroszországban történelemhamisítás van. Várj, és megjelent, és most akarom olvasni a lényeget, a Mandineren Kohán Mátyás cikke, aki azt mondja, figyelj, agysejtekkel rendelkező polgártársaink már korábban sejthették, a többiek bizonyára meglepődtek. Igen, a hivatalos Oroszország mélységes lenézéssel közelít a közép-európai népekhez, köztük hozzánk is. Ennek ékes példája a szép új orosz történelem tankönyv, melynek szerzői közép-európa 20. századi történelméhez már-már amerikaiasan tuskó elnagyoltsággal nyúlnak az amerikai kicsit. Amerikaiasan? Na. Az orosz nebulók tanulmányaik során megtudhatják, hogy a nagy szovjet felszabadítók előtt Európa szép tájain kizárólag fasiszták randalíroztak, akik az őket tüzelő nyugati titkosszolgálatokkal szövetkezve csinálták meg különös brutalitással az 1956-os forradalmat, melynek leverése természetesen legitim volt. Ellentétben azzal a döntéssel, hogy a Szovjetunió kivonta csapatait köztes Európából, mert az meg átgondolatlan volt, idézőjelben, szovjet ellenes erőknek nyitott teret. Mintha a saját halva született gazdasági rendszere, aztán a jelcini korrupt inkompetencia által öntérdére kényszerített szovjet Oroszországnak egyébként lett volna ereje nem meghozni ezt az idézőjelben vett átgondolatlan döntést. Ez áll ugyanis az új történelem tankönyvekbe. Jé, de meglepő! A hivatalos Oroszország, a fals történelmi kánon, bunkós bottal író rezsim nem a barátunk. És eme évszázadok óta közismert tényre a magyar ellenzék és annak sajtója minden egyes alkalommal rácsodálkozik. A liberális sajtó.
Mikor egy-egy medvegyevi kirohanás vagy újságcikk formájában felszínre jut a bornírt szovjet történelem szemlélet. Hogy is lehet egy ilyen Oroszország barátjának lenni törelő a kárőröndő sóhaj, ilyenkor ezrek ajkán, ezer nyelven. Hát bolond a magyar jobboldal, hogy a szent felkelését, becsben tartott betleni konszolidációját fasisztázó Putyin lábához dörgölődzik. Az azonnali kérdések órájának végtelenül kreatív sláger címével élve, hogy is van ez, miniszterelnök úr? A válasz kézenfekvő mindenki számára, akinek van szeme az olvasásra, füle a hallásra, esze a gondolkodásra. Úgy is van ez, hogy a magyar jobboldal nem orosz párti, és az épít magában álomvilágot, aki annak gondolja. Senki egy másodpercig nem feltételezte a magyar jobboldalon, hogy az orosz imperializmus valaha is feloldódott volna Vlagyimir Putyin széles mosolyában. Hogy a hivatalos Oroszország szembesült volna azzal a történelmi szereppel, melyet elődje a Szovjetunió, egyébként hathatós ukrán és belorusz támogatással, köztes Európában valójában játszott. Azzal, hogy ez a szerep nem az ünnepelt felszabadítói volt, hanem az elnyomói, a megszállói, a nagy visszatartói. A rablói, aki 40 évet lopott ki az észt, a magyar vagy éppen a román milliók véges életidejéből, aki máig korrigálhatatlanul leszakította őket az európai fejlődés szerves útjáról. Felszabadítottuk őket, és ők ezt nekünk soha nem fogják megbocsájtani, mondta egykor lemondóan Zsukov marsal. Hozzá hasonlóan az újabb korok orosz vezetői sem értik, hogy a kutya sem tartott igényt errefele a felszabadításra. Megköszönni, akár csak ma, a konstruktív békén hagyást tudtuk volna a nagyhatalmaknak az illatosra szóvirágolt megszállás helyett. Ezt mi a jobb oldalon mindannyian tudjuk. Mindannyiunknak voltak szülei, nagyszülei, akiket ezerféleképpen nyomorított meg a nagy Szovjetunió. Van, akit deportált, szülőföldjéről elűzött, van, akit idézelben csak megfosztott az olyan lehetőségektől, melyek a vasfüggönytől nyugatra természetesek lettek volna. Ezért az antikommunista magyar jobboldal politikája nem orosz párti, sosem volt az, és nem is lesz az sosem. Ilyenkor a hivatalos orosz politika mérhetetlenül bárdolatlan megnyilvánulása idején lehet talán legkönnyebben rájönni. Ha nem értitek, hogy is lehet orosz párti a magyar kormány politikája, az azért van, mert nem az. Mert a rólunk alkotott képetek helytelen. Mert összekeverítik a békepártiságot az orosz pártisággal. Mert nem hiszitek el, hogy a magyar jobb oldalon 70-es IQ fölött senki nem gondolta soha barátainak az Ukrajnát megtámadó oroszokat. Hát Pencsik András! A Jobber kommenthuszárok 99%-a 70-es IQ-val ideértve Bencsik Andrást. Az orosz pártiak azt szeretnék, ha Oroszország meghódítaná Ukrajna mindazon részét, ahol oroszok és oroszarikú ukránok élnek. Mi békepártiak meg azt, ha orosz csapatok soha nem is léptek volna Ukrajna területére, mert a nyugat... Te, Georg Spötle most mit szól ehhez? Meg sokan mások. Kilép az ablakon, jó. Hát. Oroszország között már jóval azelőtt megszületett volna a kiegyezés. Az orosz párti álláspont Oroszország katonai győzelmének drukkol. Hát esküszöm, gecire, kurva, sok ilyen kommentet meg cikket olvastam az elmúlt másfél év alatt. A 70-es IQ-jú emberektől. A békepárti mielőbbi kőkemény béketárgyalásoknak, melyek eredményeképp senkinek nem kell többé Oroszország megszállása alatt élnie, aki ezt nem akarja. Az orosz párti álláspont mentegeti Ukrajna pusztítását, ukránok tízezreinek halálát, ebben egyébként az orosz pártiak a háború pártiakkal értenek egyet, a békepárt pedig ellenzi. Ezért az orosz párti magyarokat, akik nagyjából tizen lehetnek valahol egy sötét sarokban, Bencsik András és köre, teljesen jogos Putyin történelem könyvével szembesíteni.
A több milliós békepárti magyar jobboldalt pedig felesleges. Minket nem kell kioktatni a Közép-Európa népeit érő orosz lenézéssel kapcsolatban. Nem. Ugyanakkor tudjuk, ha mindenkivel háborúznánk, aki minket fasisztáz és szuverenitásunkat semmibe veszi, nos, akkor nem igen volna szükség kis hazánkban a honvédségen kívül más munkáltatóra. Attól még, hogy az oroszok lenéznek, még nem nyer értelmet hirtelen egy olyan háború, melyben az ukránok a nyugati világ minden fegyverével úgy 5 jelentéktelen falut képesek visszavenni fél év alatt. A jó megoldás nem azért a tárgyalás, mert az oroszokkal bárkinek jól esne tárgyalni, hanem azért, mert sem nekik, sem Ukrajnának nem vezet célra a háború. Nem. Egyéb iránt nem kell a tankönyveket túlbecsülni. Az orosz fiatalok sem stréberebbek a Deákné vásznánál. A tankönyvek sugallt a világlátás verseng a közönnyel, a rendszerrel szembeni cinizmussal, a TikTokkal, a V-kontaktjéval, ez biztos, ami ottani helyi szar, az ebből szerzett kazak bankkártya segítségével minden szankció ellenére, tovább nézett Netflix-el, meg minden mással, mely a tankönyveknél sokkal impulzívabb és érdekesebb. Nem fognak-e tankönyv hatására, Közép-Európa leigázására glédában állni 10 év múlva az új orosz generációk, ahogy a trianoni utódállamok dermesztően magyar ellenes történelem oktatása sem eredményezett szlovák vagy román agressziót? A tankönyvek állításait egy nép szívből vallott többségi álláspontjának tekinteni legalább akkora dőreség, mint ostoba revizionista publicisztikákat összetéveszteni. Revizionista. A magyar... Az ostoba és a revizionista jelzők egymás mellett. Ez nagyon rég volt. Összetéveszteni a magyar külpolitika valós irányvonalával. A tankönyvek által nem az orosz nép üzen nekünk, hanem a rezsim. Az, hogy Oroszország nagyhatalom lévén pont annyira nem hajlandó a kisebbet tisztelni, mint bármely másik nagyhatalom. És ezért... Nem is rosszabb, mint bármelyik másik nagyhatalom. Akár csak bármely másik nagyhatalommal nem lehetünk barátok, csak gazdasági partnerek. Nekem ennél több nem is hiányzik, jól érzem magam az osztrákok, a bajorok, a lengyelek, az olaszok, vagy a türk népek baráti társaságában. Barátkozzon atom nagyhatalmakkal, akinek 7 anyja van, vagy éppen tartótisztje. Így zárul az írás. Aha, már csak az a kérdés, hogy miért bomlott föl a V4-es együttműködés? Miért? Mert félreértették. Békepártik vagy, félreértette, hogy érthette félre? Csehország is, Szlovákia is, Lengyelország is, Magyarországnak a békepárti politikáját. Hát ők nem az oroszokkal szövetkeztek. Hát miért kellett kitúrni Magyarországot ebből az együttműködésből? Magyarország csak békét akart! Most te így cinikuskodsz össze-vissza. Érted? Értem én, hogy mit akarsz. 70-es IQ-mmal. A 70-es IQ-ddal. 70 alatt, tehát 69-es maximum. 68-as IQ-d van. Így már értem. Jó, nekem meg 56-os, bazd meg. És, de vannak 44-es IQ-jú ezek, és a publicisztikák szerzői, ez az, a 19-esekről már nem ismerek beszélni. Szóval, figyelsz? Szóval oké, cinikuskodhatsz meg minden, de itt feketén-fehéren világosan az áll, a Mandineren, a jobboldal vezető, egyébként azért az legolvasottabb a jobboldali, az egyetlen igazán olvasott lap a Mandiner. Ez azért van, mert engem is szoktak szemlézni, és Puzsért is, hogy bazd meg, Oroszország nem haver. Na, jó, most akkor ne hülyéskedjünk, de nem érzel valami hangsúlyváltást, vagy valami pici irányváltást, vagy valami frázisváltást, vonalváltást ebbe a cikkbe. Tudom, nem, benne van a békepártiság, meg nézé, de bazd meg, hazavágja azt a kurva sok jobbert, aki orosz barát. Nem Kohán Mátyás diktálja ennek a rendszernek a lépés számát. Na nehogy már Kohán Mátyásnak a cikkéből vonjuk le, hogy a rendszer merre tart. Kohán Mátyás próbálja kitalálni, hogy ezt a tüzet mi oltja.
víz, vagy homok. Aha. Érted? Mint a jó tűzoltó, bazd meg. Ne, ilyenkor nem fölhívja a kapitányságot, hogy kapitány úr, mivel olcsak, hanem baszta meg ő a kreativitására, meg a szakértelmére van bízva, hogy oltsa a tüzet. Ő azzal oltja, ami a keze ügyében van. De azt mondod, hogy akkor ő a jó zsaru? Szerintem nem. A jó zsaru meg a rossz zsaru között dramaturgia van, az föl van osztva. Aha. Ő nem. Nem. Ő egyszerűen csak ebben a helyzetben, ha ő lenne Orbán Viktor, így oltaná ezt a tüzet. És a rendszer ezt várja, hogy képzeld el, hogy te vagy Orbán Viktor, mit tennél. És majd abból, ahogyan a rendszer visszajelzi neked, hogy jól vagy rosszul csináltad, majd következtetést tudsz levonni arra vonatkozóan, hogy jól találtad neki Orbán Viktor gondolatát, vagy sem. Ha előléptetést kapsz utána, jó, akkor az egy megerősítés. Ha túlszívtad magad kokainnal, akkor hát igen, egy... akkor az lehet, hogy kiszédülsz az ablakon. Igen. Ja. Na, nálunk az ilyen módszerek nem, nincsenek. Nem, nyilván. Ez most csak metafora volt, szóval... Na, én ebben... De figyelj! Az, jó, oké, Kohán Mátyás... Menekülsz az erkéről, mi? Ezzel a dumáddal. Kurvára. Csak metafora! Igen. Csak metafora volt! Ez a dum... Na, basszak! Ez kurva jó volt. Nem ész a picsába. Na... Figyelj, ez olyan, mint a, tudod, a Majakovszkijnak mi volt az utolsó szava az öngyilkossága előtt. Elvtársak, ne lőjetek. Na, szóval figyelj, de arra nem reflektáltál ám büdös CIA-s, hogy a Bader-Meinhof-ékat fölakasztották a németek, bazd meg a kurva nagy jogállamba. Tudod? És biztosak vagyunk benne? Aha. Igen. Hát, igaz, erre tudod, mit lehetne válaszolni? Hogy mennyi ilyen eset van nyugaton, és mennyi ilyen keleten? Tehát az van, hogy nyilván úgy azonosították, hogy terroristák, ugyanakkor nem lehet halálra ítélni őket, ugyanakkor nincs vesztenivalójuk, felmérték, hogy ők aztán tényleg mindenre elszánt gyilkosok. Fanatikus. Igen, és hogy akkor hozott a... titkos szolgálat hozott egy ilyen döntést, hogy itt ez lesz a helyes. Viszont erről már filmet csináltak. Na, Oroszországban mikor csinálnak filmet? Prigozsin. Hát, majd a Netflix csinál a néger Prigozsinnal. Már láttam a plakátját, érted? Szóval. Ja. És ezért, de hát zsidó, akkor az Utkina, a náci legyen néger. Úgy már nagyon politikailag korrekt. Egyébként, na, Prigozsin Unchained. Na jó van, elegem volt belőled, bazd meg ebből az egész... De várjál, mert itt még itt Magyarországon is történt mentem volna pszichológizálni. Magyarországon is történt egy koszorúzás. Ezt is idézzük csak fel? Azt nem a magyarok csinálták. A Gazprom felújította a nagybajomi szovjet emlékművet, és ott volt az orosz, a bielorusz, a kazak és az azeri ilyen diplomatákból egy küldöttség. És így Puzsért szoktam az ilyen hírekkel triggerelni, mert ő, tudom, hogy erre vevő, meg várom mindig a hatást. És akkor meg is van a hatás, amikor így küldözgetem neki. Ugye, itt csak ennyi volt. Nézd, mondok valamit. Kettős fedelű ez a dolog. Egyrészt állítólag ott nagyon sok szovjet katona halt meg. Na most nyilván a hősi, meg egyáltalán a mártírok hősi halált haltak, Donkanyartól kezdve azoknak a sírjait ápolni kell, és kész, bárhol. Ha le van a sír szuttyadva, és az anyaország pénzt ad, az is oké. A időzítés, meg a kontextus az érdekes. Ha ebbe, na, hogy történt? Hogy miért pont most, miért pont így, érted? Tehát a demonstráció az érdekes, nem maga az, hogy egy szovjet síremléket helyreállítanak. Hogy történt? Viszont a Gazprom izéte felújította. Viszont az kurva érdekes, hogy pár évvel ezelőtt nem emlékszel, hogy még itt a jobberek mentek izélni? Hogy majd a szabadságtéri szovjet emlékművet ott izélik, vörös festékkel locsolják, aha, meg mit tudom én. És koszorúzás lett belőle, bassza meg. Várjál, erre mondta. Úgy indultunk el, hogy benzines kanna, de mire kiértünk egy koszorúzás. Azt hiszem a Konok írta ezt egy posztjában, hogy hová, kedves hungarista testvérek,
Hát a szovjet, azokkal a vödrökkel, a szovjet emlékműve, megyünk. Megint lelocsolni, meg meggyalázni, mint a múltkor. Á, nem értette a politikát, most azt vesztjük rá, hogy éljen. Minden esetre az a tény, hogy az orosz tankönyv szerint az 56-os forradalom a nyugati titkos szolgálatok által és magyar fasiszták által végrehajtott. Egyébként ez a fasisztátlanítás, ez mindig is a... Igen, hogy azok a fasiszták, például a fasisztának bélyegzett Angyal István, aki nem csak hogy zsidó volt... Auschwitzből szabadult, a nővérét kivégezték Auschwitzba, nem gázkamrában, nem fölakasztották, mert lázadás szított. Holokauszt túlélő, hithű marxista-leninista. Lett lefasisztázva a Tűzoltó utcaiak parancsnoka. Nem csak holokauszt túlélő, bazd meg, hithű marxista. Lett lefasisztázva, és tudod, ez azért elmond valamit Zelenszkijről is. Meg elmond valamit az Ukrajnában zajló fasisztátlanításról is. Tudod? Mert hogy itt most lett hozva egy analógia. Tehát ahogyan fasisztátlanított Magyarországon 56-ban a Vörös Hadsereg, úgy fasisztátlanít ma Oroszország Ukrajnában. Hát hogy ez a hasonló akció, tehát most már egy analógia is lett vonva. Már csak Kohán Mátyás meg a 70 IQ fölöttiek nem értik az analógiát. Hogy az, ahogyan 1956-ban nálunk vérbe lett folytva a magyarság önrendelkezése, a magyarság függetlensége, a magyarság joga ahhoz, hogy a saját történelmét maga írja meg, és nem Moszkvából írják neki, ugyanolyan módon van ma Kijevnek megparancsolva, hogy Moszkvát követve, Oroszország keblére borulva élje meg a saját szláv, meg pravoszláv, meg ortodoxia iránti identitását. De az amerikai imperialisták vásárolták meg. Na hát ez az. Országot. Ahogyan Angyal István... Ők fasiszták, ahogyan... azok meg imperialisták. Érted? A nyugati imperialisták összefogtak a helyi fasisztákkal. Vágod? Uh-huh. A demokraták ellen. De az útki meg SS tetoválással ment a fasiszták ellen. Ukrajnába. De várj, te szolidabb formában, nem véres formában, de vók nem ilyen. Tehát ez a mindenki náci. Érted? Kurvára hasonló. Bazd meg, miért lett ekkora kurva nagy metafora ez a... Ez tényleg a fasiszta meg a náci. Ez a mindenki fasiszta. Ez magának az ellenségnek lett a szinonimája, hogy náci. Vagy fasiszta. De ez történik egyébként. Tehát a baloldal elköveti az erkölcsnek ezt az abstrakcióját. Ugye mi az erkölcs abstrakciója? Hogy elvonatkoztatunk a kontextustól, és mértéktelenül felnagyítjuk a relációt. És ezáltal a jelenség önmagában válik értelmezetté. Tehát aki mondjuk utána fütyült már egy csajnak, vagy azt mondta, hogy de jó segged van, az erőszaktevő, egy lapra kerül azzal, aki nemi erőszakot hajt végre, vagy munkahelyi zaklatást hajt végre. És a jobb oldal meg azt mondja, hogy ja, ilyen egyszerű? Bemondásra lesz itt valaki? Átveszik a módszert. Hát jó, rendben. Hát akkor az, ha így van, hát ebben az esetben a Kőszeg Ferenc pedofil. Kész, világos. Ennyi. A módszert, eltanulják a módszert. Mondok valamit. Miért volt annyira népszerű egy időben a Kuruc Info? Mert átvette a gonzó újságírásnak a stílusát szélső jobboldali tartalommal. Vágod? Átvette, amit a Magyar Narancs kezdett el a 90-es évek elején. Érted? Átvette ezt a trágárkodó, a gonzó újságírást. És hallatlanul népszerű volt, és a Jobbik ezzel sokkal nagyobbat szakított, mint a Csurka, ezzel a vigyázbálós, régi típusú, patetikus, nemzethalálos, komorkodós, régi, jobboldali, akár narratívával, meg stílussal. Érted? Ugyanez. Na, ez hasonló, amit most az előbb adtál. Jó, kurvára unom. Kimaxoltuk szerintem a témát.
Viszont Robi barátunk a múltkor akart valamit mondani, amire már nem jutott idő, ami nagyon fontos, és ez pedig Ödipusz és Elektra. Ezt ma nem így fogalmaztam meg, mert az nagyon rossz stilisztikailag, hogyha ugyanazt a programpontot kétszer beírom, de lényegében miért követik a lányok vagy a nők az apjukat, vagy hogy van ez? Apjuk mintáit, és miért követik a férfiak a... Na most jönnek a sikamlós részek, én lehet, hogy ez még rosszabb, mint a Prigozsin, mert pedofil, ugye. Ezért tudjuk, múltkor megbeszéltük. Úgy áll a képlet, hogy az Elektra az a lányoknak az igazodás, a fiúknak a vonzalomtárgya, amíg az Oidipus az a fiúknak az igazodás és a lányoknak a vonzalomtárgya. Ez azt jelenti, hogy a lányok az identitás választásban és az igazodás mintakövetésében az anyjukat követik. Már mennek el. Míg a szexusuk hajtó ereje, az meg az apjukhoz fűzi őket. Persze átvitt értelemben. Tehát úgy van, hogy az apja mintájára választ magának partnert. A fiúk meg az anyjuk mintájára választanak maguknak partnert. De amikor identitást választasz magadnak, vagy amikor az igazodás mintakövetését választod, ami azt jelenti, hogy akár az elkülönbözés, akár az a hasonlóság mintakövetését választod, akkor az azonos nemű szülőhöz nyúlsz mintáért. De amikor a szexuális partnert választod ki, kvázi nem is te választod ki, hanem az ösztönéned, hát amire gerjedni fogsz, ami bejön, az meg a ellentétes nemű gondviselő. Hát bazd meg, ha a lányom ilyen csávót választ, mint én, akkor a pofont kap, hogy a feje 200 méterre lerepül. De... fiatalabb lesz. Remélem. De már ezzel beérnéd, igaz? Ez is valami. Ez is valami. Na, szóval, örüljünk a kis dolgoknak. De hogy akárhogy is, ha elkülönbözni akarsz, akkor is az apától tudsz fiúként, és az anyától tudsz lányként. Tehát az identitás az mindenképpen az azonos nemű szülő. Igen. Tehát ha, azt folytatod. Ha úgy döntesz, hogy, hogy nem követed a szülőt, az is egy nagyon erős kötés. Persze. Az is egy nagyon erős igazodás. Persze. Ateista leszek, mert az apám vallásos. Igen, mert az apám vallásos. Vagy én még vallásosabb leszek, mint az apám, és úgy lázadok ellene. Mind a két mintát egy csomószor láttam. Igen. Érted? Igen. A családhitű református volt, a csávó lázadásból hídgyűl is lett, és pogányozta meg, nem pogányozta, de ilyen... leszólta a amúgy hitű református család. Annyira jó, hogy ez a neoprotestantizmus, a protestantizmusnak is ez a gyűrűzése, és pont úgy működik, hogy a forradalom fölfaja a gyermekeit, igen, a következő igen, hullám igen, az előzőt igen, mindig lepogányozza. Én, figyelj, egy csomó olyan fiatal... Az előző meg a következő mindig leeretnekezik. Csomó olyan fiatal radbalost is ismertem, vagy találkoztam, aki kommunista családból jött, és utálta a kommunista... Hát azok izék, rohadt sztálinisták, kádáristák izé, én vagyok az igazi balos, tudod? Hát ilyenek, ilyenek voltak a Demszkijék is, akik úgy indítottak, hogy hát azok nem igazi rendes kommunisták, hát? Az ő szüleik, mert megalkuló, hanem a Mao Tse-tung és a kulturális forradalom az igazi. Igen. Aztán ebből lett a demokratikus ellenzék. De akkor már polgári demokrácia. Igen, aztán ebből lett a demokratikus karta, aztán ebből lett a... Igen. Ja, bocsánat, hülyeséget mondtam a múltkor, ezt muszáj. Nem Hegedűs Gyula basszus, jól írta egy kommentelő, Hegedűs Gézáról beszéltem a nagypolgári zsidóság kapcsán. És egyébként még szeretném kiegészíteni, szóval visszatérünk a témára, hogy ez, amit múltkor elmondtam, ez csak a magyar zsidóságnak egy bizonyos
társadalmi, kulturális csoportjára volt jellemző, inkább erre a nagypolgári, középpolgári rétegre. A kispolgárság az olyan kispolgár volt, ez a Mézga család típusú, tudod? Senki sem tudja, hogy miről beszélsz. A zsidóságról. Hát senki a magyar nem, sem zsidóság... fogalma nincs, hogy milyen. Most lábjegyzeteltél valamit valahova, amit csak jó, te tudsz. Jó, elmondom. Valaki valami kommentelővel bekezdtél el most beszélni. Ne, figyelj, a múltkor, nem, ez már nem a kommentelő, múltkor arról beszéltem, és visszatérünk, Robi, ez csak egy perc, hogy a... Köcsög. A régi apu szelleme, mi? Az lófaszahoz képest. Na, semmi, csak azt akartam korrigálni, hogy a múltkor ugye mondtam egy olyat, hogy a kőszegnél ezek a megnyilvánulások három forrásból táplálkoznak. Az egyik az eleve az a kor, amikor azóta az életkorok kitolódtak. A másik az a 68, és akkor a harmadik, az pedig ez a bizonyos zsidó közeg, ahol sokkal frivolabban éltek, és a szexualitáshoz is más volt a hozzáállás, mint a többségi társadalom nagy része esetében. De ezt hozzá kell tegyem, hogy a zsidóság nagyon heterogén volt Magyarországon. Tehát ezt így hajlamos az ember, és nem csak az antiszemiták, hajlamos az ember, egy, hogy a magyar zsidók, nem. Állati nagy különbségek voltak az ortodoxok között, az asszimilált polgári zsidók között, a teljesen ilyen hazafias, magukat mindenestül magyarnak valló zsidók között, a proli zsidók, ilyen is volt, igen, volt Magyarországon egy zsidó proletariátus, és még zsidó származású ilyen magyar parasztok is voltak, ők mondjuk kurva kevesen, ritkaság, de volt. Tehát nagyon-nagyon heterogén volt. Amit a múltkor elmondtam, a Hegedűs Géza emlékezéseiből, és a Kőszeg Ferenc kulturalizációja, vagy szocializációja kapcsán, az ez a pesti, városi, bohém, polgári, nagypolgári zsidóságra volt érvényes. Azt a nevet, hogy már nekem se jut eszembe, basszus. Volt egy szexológus a Kádár korszakban, dr. Veres Pál. Ez a név még mond-e valakinek valamit? Hát, na, ez volt az a csávó, akinek az előadásait ilyen kazettán hallgattuk pornó helyett. Egy állati, mocskos szájú, ilyen lazafazon volt, és eszméletlen, ilyen tabutlanul beszélt saját magáról, meg mindenről, ami a szexel kapcsolatos. Ő ugyan ebből a közegből jött. Ezért mondtam, hogy ez egy más kultúra. Na most Robi témájára visszatérve, mert csak ezzel szerettem volna múltkor itt kiegészíteni. Visszatérve, ugye ez a bizonyos Elektra meg Ödipusz, tehát engem ez mondjuk vallástudományi szempontból érdekelne, hogy mondjuk egy régi civilizáció, az például hogy a maga kulturális, vallási, spirituális szimbólum nyelvén hogyan fejezheti ki? Mert tudod, hogy a lelkeknek, a léleknek több típusa létezett a régi civilizációban. Tehát volt olyan lélek, amit te az apától örököltél. Ezt mondjuk egy pszichológus azok alapján, amit te is itt elmondtál, ezt úgy fordítaná le, hogy az identitásodat kapod az apától, az azonos nemű szülőtől, tehát van egy olyan lélektípus, amit tőle örökölsz. És a szexuális, tehát mondjuk az az életerő lélek, a libidó, azt meg az ellenkező szülőtől öröklöd. Tehát gyakorlatilag egy animista egyébként így fogalmazná meg. Most nem viccelek, érted? Tehát két különböző lelket örökölsz a két különböző nemű szülőtől. Szerintem két különböző ént. Az ösztönént. De azt értem most lélek alatt. De nem úgy öröklöd. Tehát az ösztönén az ellentétes nemű szülőhöz fűz, az én pedig az azonos nemű szülőhöz fűz, abban az esetben, ha heteroszexuális vagy. Na. Mert ha nem heteroszexuális vagy, hanem mondjuk leszbikus vagy, a helyzet más, hiszen abban az esetben nem úgy képzelem, hogy az apádhoz fogsz nyúlni a szexuális mitakövetésben, vagy szexuális vonzalomban. De megmondom őszintén, hogy erre vonatkozóan nincsen konkrét tudásom, tehát erre nem merem rámondani
azt, hogy ez kurvai, nem kurvai vizsgálták, élet. Ez most jelen pillanatban egy tabu, vagy egy nem vizsgált terület, a homoszexualitásnak ez az ödipális ösztön rendszere, vagy na érted, ez mi? Várj, még kamaszkoromban olvastam olyat, ez egy pszichológiai közhely volt, hogy a homoszexualitás oka, ezt azóta cáfolták, de valami tényező faktor szintjén lehet benne igazság, az azonos nemű szülőnek a túlzott szeretete. Tehát a homokos férfi imádja az anyját, és ezért az tabu, és ezért fordul az ellenkező nem irányába. Ezt ma már cáfolják, de talán nem véletlenül volt mégis egy ilyen azóta megcáfolt elmélet. Én magam konkrét ismerőseink keresztül azt vettem észre, hogy az anyjukat tényleg kibaszottul bálványozzák ilyen meleg pasik. Érted? Az anya valahogy ilyen szent, aha, vagy a fasz tudja. Érted, amit mondok? Aha, aha. Tehát a Szűz Máriához te nem közeledsz. Valójában a dolognak a 85% a genetika, vagy még több. Lehet. Azért mondtam, hogy ma már cáfolt, de nem cáfolja a kettő egymást. Lehet, hogy a genetikai faktor kiegészíti ezt a pszichológiai, szocializációs faktort. Lehet, hogy magyarázza. Igen. Van egy magyarázó ereje ennek. Igen, lehet. És ugye az szeretet az olyasmi, amit tanulni kell. Hát az nem tudod magadtól. Egyébként a kegyetlenség is olyasmi, amit tanulni kell. Azt tanulni kell. Tehát figyelj, az állatvilágban ez a szőrmajom, drótmajom kísérlet, tudod, ez a melegség, odabújás, stb. Azért az alapja valami ilyesmi lehet, nem? Hát most az van, hogy tanulod. Az van, hogy a szőranya az jobban szereti a kölyköt, mint a drótanya. Hát az már egy szeretet, már önmagában a szőre, és nem a drót. És az ez már nem egy tanult, szeretet. Ez nem tanult. Hát de mert automatikusan megy oda a kölyök, bazd meg. De a szeretetnek a képessége, nem a gyere, a kölyöknek szüksége van a szeretetre. Igényli a szeretetet. De hogy később ő szeretni tudjon felnőttként valakit vagy valamit, ami nem áll érdekében, érted? Így értem. Azt tanulni kell. Nem az, ami az ösztönből jön, értem, hogy az anyádhoz hozzábújsz. A szeretetnek van egy ösztön alapja, de te most a már kialakult szocializáció révén kialakult valamit szerintem, viselkedés mintát. Igen, de nem ösztönt, hanem viselkedés mintát. Igen. Azt már tanulod. Igen. A viselkedés mintát már tanulod. És hogyha nem tanulod meg gyerekként, akkor nem, akkor nincs. Egyébként... Érted? Ugyanilyen módon tanulni kell az identitást. Az identitást tanulod, vagy tanulod, vagy elriasztanak tőle, leszoktatnak. Az is tanulás. Igen. Tanulod tanulás. Az azonos nemű gondviselőtől, ő adja neked az igazodási mintát. Világos. Az ellentétes, az pedig a szeretési kötést. De az előbb engem jól félreértettél, amire aztán később ráépül a szexualitás. Az előbb félreértettél, mert az átörökítés alatt nem a genetikai átörökítést értettem, hanem a memetikait, tehát az ösztönös tanuláson. Tehát amikor a szüleidnek te magad se tudod, mert ez nem tudatos, nem olyan tanulás, mint amikor oroszul tanulsz, és az Andrej megver, mert rosszul mondtad vissza a leckét, hanem amikor automatikusan lefotózod magadban az ő metakommunikációikat, megérzed a hangulatukat. Hiába mondják, jaj, kisfiam, semmi baj, érzed, hogy... És veszed át a mozdulatokat, a mintákat, tudod, ezt értettem idézőben átörökítés alatt. Amikor a lelket így örökítik át. Figyelj, a Kaushitaki Upanishadban van egy olyan rítus, hogy az apa haldoklik, egyszer ezt már elmondtam, de kurvára ide tartozik, és átadja van egy ilyen rítus, és elmondja, hogy a fiának oda kell állnia, meg kell fogni a vállát, faszom jobbról megkerülni, mint a rítus, és azt mondja az apa, hogy a mozdulataimat átadom neked, a járásomat átadom neked, a vágyaimat átadom neked, a gondolkodásomat átadom neked, és mond egy hosszú listát, hogy mit ad át neki, és aztán meghal, és a fiú lép az apa helyére. Ha az apa fölépül és nem hal meg, akkor a fia uralmá alá kerül, mert már a fiú lesz az apa.
Tehát ezekkel a pszichológiai dolgokkal tisztában voltak ezekben a kultúrákban. Csak a maguk rendszerében fejezték ki. Na mindegy. Szóval, hogy én azt hiszem, hogyha homoszexuális a fiú, akkor az egyik lehetőség az az, hogy az apja iránt érzi ezt a erős szeretetet, de én gyanakszom a másikra, hogy az anyja iránt, és hogy az anyja iránt érzett érzelmeiből kell egy férfit faragnia magába. Tehát akkor is az ellenkező nemű szülő? Igen, akkor is az ellenkező nemű gondviselő, csak a genetika arra szorítja rá az ilyen pszichét, hogy abból amilyen az a gyöngét közelség az anyjához, abból az anyja iránti szeretetből az anyából egy férfi. Anyát keresi a pasikban. Így van. Így van. Ha. Férfit formáljon. Hát a faszom se tudja, hogy tényleg. Szó szerint. Szóval nem tudom, meredek. Szó szerint meredek. Meredsz. Kizuhansz az ablakon, bazd meg. Kivertem a fejedből a gondolatot, igaz? Igen. Ja. Szóval az ember az egy mintakövető lény, meg egy intimitás követő lény. És hogy ez az Oidipus és Elektra... Mind a kettő minta, csak te a mintakövetés alatt az identitást értetted. Nem, az egyik mint nem. Csak az apád iránt érzel mintakövetést, az anyád iránt, meg intimitás, kötés. De azok is minták, nem? A szexuális minták, érted? Minden minta, nem? Lehet mondhatod. Minden így. Minta. De, Patternek van. A fiúk az anyjuktól tanulnak szeretni, és az apjuktól tanulnak lenni. A csajok az anyjuktól tanulnak lenni, és az apjuktól szeretni. Most érdekes. Vagy szeretve lenni. Ez a jellemző. És ez alól is nyilván van kivétel, mint ahogy minden szabály alól van kivétel. Mindig csak a nagy számosságot mondjuk. Tehát a túlnyomó többséget, érted? Az ilyen nagyon-nagyon nagy többséget. A kivétel az miért van? Miért van kivétel? Mert minden alól van. De a fizikában nincs. A fizikában nincs. Érted? A fizikában nincs kivétel. Igen. Ott nincs. A biológiában a mutáció, gondolom. És az egy véletlen. Várjál. Akkor a csoda az mi? Már bocs, ha a fizikában nincs kivétel. Krisztus feltámadása az mi? Jó, én most a materialista álláspontot képviseltem. Igen. Várjál. Azért így csak van kivétel. Van kivétel, de én most... Most igen, más, igen. Más aspektusból. Kaméleon igen. Vagyok, tudod. Igen, meg a kvantum bizonytalanság is arra utal, hogy így minden alól. Igen, minden alól van kivétel. És bármi alól. Minden alól, teljesen igaz. Érted, igen. Így van. Igen. A törvény, József Attila, ugye, a törvény szövedéke mindig felfeslik valahol. Például a fekete lyukakban, meg az ilyen... Kedvenc témában. Jó, hagyjuk az Oppenheimert, hagyjuk. Felakasztom magam, bazd meg, ha megint szó esik a fizikusokról, bazd meg. Nem egy. Térjünk vissza a mi jó kis bölcsész gagyi világunkba. Szóval... Az a biztos. A bulvárba. Na, Robi, és miért, tehát mit akarsz ezzel a elektronis? Mert amiket elmondtál, az ugye egy ismert elmélet. De hogy ez, most értem, hogy az aput oktatjuk, meg néptanítók vagyunk, meg mit tudom én, de hogy ebből hozzunk már ki valami tanulságot, érted? Hát, talán Putyinnak is, és Prigozsinnak is a apai minták, meg vagy valami, talán érted? Talán az, hogy fölismered magadban azt, hogy hogyan igazodsz az apádhoz, vagy hogyan akarsz különbözni tőle, miben válsz hasonlóvá, mert tudod, ami gyerekként imádsz az apádban, arra törekedni fogsz felnőttként, azt beépíted, azt az identitásoddá teszed, ami meg idegesít benne, annak meg az ellenkezőjére fogsz élni. Érted? A legtöbb emberben ez egyszer van meg a kettő, és szélsőséges esetekben van, hogy mindenben az apját követi, vagy mindenben az apja ellen. Nem? Vagy a nagy többségben? A francia tudja, nem tudom, sose foglalkoztam ezzel. Ja. De én
Én egyébként csodálatosnak tartom azt, hogy minden alól van kivétel. És hogy az ember előtt le vannak zárva bizonyos utak, meg bizonyos folyosók. És akkor ott tudod, misztérium van. És akkor ott nincsen más, mint hogy a fizikának, a fizikusnak is le kell borulnia, térre kell borulnia, egyrészt a fekete lyuk előtt, másrészt meg a kvantum bizonytalanság előtt, hogy ki van rakva egy tábla, hogy itt nem kutathatsz tovább. És azt kell mondania, hogy az ott akárhogy is divine, az isteni. Érted? Erre mondta azt a Heisenberg, hogy nem voltam én az Istenre kíváncsi, csak a munkám során találkoznom kellett vele. Nem Einstein mondta? Nem. Azt Heisenberg. Sose tudom ezeket. Figyelj! Az Einstein mondta, hogy a pohár ajánlott. A pohár ajánlott az Isten. Figyelj! Majd a kommentelők úgy is javítanak. Hogy mondjam neked? Szívemből szólsz, barátom, de most akkor ellentmondasz egy picit a múltkori önmagadnak, talán pont azért, mert az énünk is állandóan cserélődik. Mert a múltkor bezzeg azt mondtad, hogy ami megtörtént, az változtatott. Ott tagadtad a csodát. Az időutazást meg ilyeneket. Nem. Ott aztán szigorú törvény. A csodát nem. Annak, amit én legutóbb mondtam, hogy a múltat nem lehet megváltoztatni, az olyan szintű világtörvény, hogy azt a Krisztusnak az összes csodája sem érinti. Tehát a Krisztus tett egy csomó csodát, ami a fizikával teljesen ellentmond, de a múltba vissza nem változtatott semmin Krisztus. Visszamenőleg. Ezen nem változtatott, olyan annyira univerzális világtörvény, hogy nem lehet a múltba, nem lehet a jövőbe fényképezni, és nem lehet a múltba utazni, mint a gravitáció. Akkor tulajdonképpen az, hogy a mózesi törvényekre értette, hogy a törvényt betölteni jött és nem megtagadni, ezt akár így most kiterjeszthetjük, extrapolálhatjuk a mi témánkra is. Azt mondta, hogy az Ószövetségnek nem a felszámolója vagyok, hanem a beteljesítője. De túl ezt is lép ezzel. Rajta. De beteljesíti. Hát azzal teljesíti be, hogy túllép rajta. Úgy értette, hogy ha az Ószövetség egy kérdőjel, akkor én vagyok a felkiáltójel, és én vagyok az új szövetség. Én vagyok a válasz arra a kérdésre, ami az Ószövetség. Ha érthető. Érthető. Hoztam egy érdekes könyvet. Rég olvastam, de eszembe jutott ezekről a témákról. Ez volt az, amit a programban úgy írtam be, hogy LMBTQ. A Q-n mindig a Puzsér ki van akadva, hogy ne írd már be, hogy Q, mert olyan, hogy queer nem létezik. Tehát magyarán én tagadjam meg az identitást olyan emberektől, akik magukat ennek nevezik. Fasiszta, náci módon vonjam meg tőlük, hogy queer. És egyébként meg jól is hangzik, hogy LMBTQ, nem? Engem annyira idegesít ez a Q betű, hogy el nem tudom mondani, és mindenki így hivatkozik rá, jobb oldalon is, bal oldalon is, ez így hozzáér. Néha az I betűt is hozzáteszik, LMBTQI, mert az interszexualitás. LMBTQ, miközben az a Q az nem jelent továbbra sem semmit. Azóta sem... Hogy elkezdték használni, és ma már ez egyre kellemetlenebb, és senki nem hajlandó megmondani, hogy mit jelent az, hogy queer. Úgyhogy ha van itt valaki, aki el tudja magyarázni, hogy mit jelent az, hogy queer, az álljon föl és jöjjön ki ide, és mondja bele a mikrofonba, hogy mit jelent az, hogy queer. Mert én úgy tudom, hogy azt jelenti, hogy nem heteronormatív, illetve nem heteroszexuális, hanem pont. És ez nincs kitöltve. Mert minden másra már van egy betű. A queer az nem minden, Minden másra már van egy betű. A gender fluid, nem az a queer? Nem. Nem, az megint más?
Én van, ahol én is alakadom. Hát az az interszexuális, nem? Az interszexuális az a hermafrodita. Aha, nem, akkor az nem az. Nem. Tudod, a választ akkor kérlek, mondd el. Mi a queer? A queer eredetileg... Fordítva a mikrofon. A queer eredetileg, amikor a létrejött egyébként maga a gender, mint társadalomtudományi kutatáság, akkor a queerbe soroltak mindenkit, aki a társadalmi nemen kívüli volt, aki az általános társadalmi nemektől eltért. Tehát igazából a queer a végén eredetileg az összeset jelöli. De akkor mire való az LMBT? Ők a többi. Ha queer az egész LMBT, akkor azt mondod, hogy LMBT, LMBT? Kétszer mondod el, hogy LMBT? Ne engem kérdezem. Ez csak tudománytörténeti kontextus. Vagy a társadalomtudományban eredetileg a queer az minden, az az összes volt. De akkor miért mondják el még egyszer, hiszen már elmondták, hogy LMBT? Rettentően egyszerű, azért, mert manapság már ezt a queert elsősorban arra használják, hogy akinek még valamilyen eltérő identitása van, pedig ezeket nem identitásnak nevezném, inkább orientációknak, ugye az identitás az egy bonyolultabb fogalom, abban nagyon-nagyon sok társadalmi vonatkozás van, itt pedig igazából nagyon sok az egyéni meghatározás is. Nagyjából ennyi. Viszont a levegő hiány miatt én igazából menni szeretnék. De bocsáss meg, hadd kérjek tőled valamit. Nevezd meg, légy szíves, nevezd meg egyet ezek közül. Egy olyan identitást, egy olyan személyes megélést, amire a queer illik, és nincsen rá más betű. Meg tudjuk nevezni? Van egyáltalán neve? Mi ez? És meg tudod nevezni, hogy ez mihez való vonzalmat jelent? Tárgyhoz való. Egyszer olvastam amúgy egy olyat, hogy valaki valami helikopternek képzelte magát. Ja, hogy ez az őzike, és hogy őzike vagyok meg ilyen, az a queer? Egyszer korábban olvastam valami olyasmit, hogy van egy olyan nevű vetés, hogy klizmafília, amikor valaki tárgyakat szeret, meg hasonló. Én, hogy is mondjam, nyilván nekem ezekről megvan amúgy a véleményem, hogy ki miként definiálja meg, ez egy rendkívül szabad dolog, de egyébként pont az a probléma ezekben az új társadalomtudományokban, legalábbis részemről szólva, hogy rengeteg sok ilyen asszociatív dolog van bennük. Tehát egy csomó ember ilyen impressziók által meghatározza önmagát, de ez igazából jól látható, hogy bocsánat, egyébként nem akarok ilyen Egyesült Államok ellenesen, de az Egyesült Államokban ugye az ottani kultúra, az ottani jogi szituációk miatt ugye mindenki próbál valamilyen jellegű társadalmi előnyt élvezni. És hát mindenki próbálja magát valamiképpen különlegesnek feltüntetni ezekben a szituációkban, és nyilvánvalóan, hogyha én meghatározom magamat egy ilyen jellegű környezetben, társadalmi, jogi környezetben, hogy én valamilyen vagyok, akkor ugye hát ezzel egyedibb leszek. De nyilvánvalóan, hát ez az ottani. Én nem azt mondom, hogy ezek az emberek nem élvezhetik a saját identitásukat, az ő saját jogaikat, az ő saját elgondolásukat, csak nyilvánvalóan egy társadalom, mondjuk egy magyar társadalomnak rendkívül nehéz ezt befogadni, hogy mi pontosan egyébként ebben mit látunk, mit gondolunk, mert hogy nálunk ugye ennek nem voltak alapjai, hogy mi ezen gondolkodjunk, hogy tényleg egyébként én ez alapján mondjuk, nem is tudom, én meghatározhatom magamat bármiként, és én ettől szabadabb leszek, vagy követeltem a szabadság jogaimat. Hát, jó. Bocsánat, igazán nagyon meleg van, ittam két sört. Köszönjük szépen a... Rettenetesen. Az expozét. Engem az ilyen gondolatokban mindig az, hogy is mondjam, az érdekel, hogy ezek új gondolatok-e vagy régi. Tehát, hogyha az indián sámán az megette a gombát, és azt mondta, hogy az a kő én vagyok, akkor ez hasonló? Queer volt, mert az identitása kővé vált, vagy a gyíkká, vagy a fává. Érted? Kicsit visszajönnek ezek az animista cuccok a queerbe is, mert...
erre a queerre azért... Queer minden, ami weird, azt mondja. A queer minden, ami weird. Igen. Jó. Ami furcsa. Minden queer... De akkor... Nem lesz rokokó, bazd meg. Figyeljetek, a queer tulajdonképpen az LMBTQ végén lévő Q szimbolizálja, és a queer alá bevonható minden, ami a homoszexualitás, a leszbikusság és minden egyéb különlegesség. Viszont a szexualitás nem egyenlő az identitással. Ennyit tudok csak hozzáfűzni. De várjál... De én értem, de ezekre mind van egy betű. De ezt a kubetot hozzátették, nem tudni, hogy miért. Egyébként az LMBTQ plusz, aminek nettó nincs értelme. Nem tudni, hogy miért, de hát nem kéne, hogy elszámoljanak vele. Hát süssenek már ki valamit arra a kúra, hát, vagy akkor vegyék el onnan. Hát ez egy mozgalom, amelyik a világnak erkölcsöt akar diktálni, és a saját kubetűjét se érti. Robi. Az LMBTQ plusz, aminek detton nincs értelme, mi az plusz passzok, subscription? A plusz, a plusz az még egy Q. Még egy Q, ami nem jelent szintén semmit se, de még végtelen Q. A Q... A Q-nak a rejtelmeinél elakadtunk. A Q betű egyébként mindig problémás volt. Q... Q vadis domine. Na, én járok még mindig a legközelebb ahhoz, hogy mi a queer. A queer az, akinek nincsen alternatív szexusa. Maradjál, barátom, maradjál. Mindjárt elmondhatom. Okos legyél. A queer az, akinek nincsen semmilyen alternatív szexusa, teljesen átlagos heteroszexuális, de a politikai mozgalomba jött. Ez a queer, és most járunk a definícióban, még mindig úgy érzem, a legközelebb ahhoz, hogy ki a queer. Ők is egy betű, akik heterók, ők a hetero barátaik. Ennyi, ez jelenti a queer. Q. De és egy egyetlen LMBT Q ember, vagyis egyetlen LMBT ember sem állt ide elém, és magyarázta el, hogy igen, ezt jelenti a Q. Hanem mindig megy ez a ködösítés. Valami ködös, valaki helikopternek képzeli magát, tudod? Ne haragudjatok, azt gondolom, hogy a Q betű az LMBTQ-ban azt jelenti, hogy permanens forradalom. Tehát, hogy van a kiszexualitás. Tapsoljuk meg. Van a két szexualitás, és akkor erre jön a hippi mozgalom, amit én nagyon kedvelek, de utána... Látjuk! Utána a... Csodálatos! LMBT, de állandóan fejlődni kell, tehát ahogy Sztálin elvtárs is mondta, tehát, hogy... És akkor kell egy kú! Keveredik, látom! Mert megjött a queer mozgalom! Az est zonzája! A quinta essencia! Tömény, apu. Apu tömény. Megjött a queer mozgalom, és akkor most el lett fogadva kvábé ez a queer is, és beszálltak, hogy bazd meg, vége van, elértünk a kommunizmushoz, és jött egy csávó, hogy tehát ott van még a plusz, megoldjuk, plusz, aztán jön a hashtag, bazd meg. Köszönjük. Köszönjük, testvérem, halleluja! Jól van! Most jön Robi, és elmondja, hogy már két napja tiszta. Lassan kezd olyan lenni az apu. Lassan üresedik itt egy hely. Valamelyikünk át fog költözni Bayer Zsolt műsorába, és a fiatal ember veszi át a helyét. Megvan. Miután a Robi túl hosszú csíkot szívott, már tudom, hogy alakítom át a műsort. Itt lesz a Q betű, és bárki odaülhet. Kevesebb. Egy Q és egy plusz fog itt ülni. Népszerű, kevés munka, tökéletes. Na. Azt mondja a barátunk, hogy a MOL székházat azt egy ilyen műleugrónak építették. Onnan van jó esése az oligarchának. Én azt hittem... Rossz útra tér. Valaki meg azt mondta, hogy ez egy körülmetért nagy üze. Hát igen. Amivel a NER Budapestet bassza.
Hát nem vettétek észre? A Harry is ott vannak, ráadásul egy ilyen jó kis, finom kis fikmafékje van pont a város felé, hogy mindenki jól lássa, és a városban bárhonnan belátható. Orbán Viktor ordas nagy fasza, amivel a MOL erejével, a magyar olaj erejével pumpálja bele Budapestbe a magyarságot! Amen! Igen, nem, nincs még vége az apunak, még tart a műsoridő 25 percig. Na mi van? Megvan a válasz, hozzad a válasz, kolléganő! Megtudtuk, mi a kú! Megüzenték nekünk! Ezzel kezdtem. Ezt elmondtam. Fura, fura. Tehát fura vagyok, tehát a fura az tudod mit jelent? A fura az azt jelenti, hogy nem vagyok annyira fura, hogy saját betűm legyen az LMBT-ben. Nem, ennyire nem vagyok fura. Hanem annyira vagyok fura, hogy éppen heteró vagyok, tudod? De fura, mert szeretnék fura lenni. Ez kb. Annyit jelent, hogy hosszú a hajam, ha rövid a divat, rövid a hajam, Robi, ha hosszú a régi filmekben, amit még gyerekkorunkban láttuk a szocializmusban, és akkor a buzikra mondták, hogy tudod, olyan fura fiú, ilyen angol kalandfilm, olyan fura fiú, és röhögtünk rajta, valószínű, igen, az a queer, de már nem ezt jelenti, tehát már nem a homoszexuálist. Azóta se tudjuk, soha nem ez a pofátlanság, és tudod, mi a jellemző a fortéos félelemre, ami igazgat, hogy senki nem mer szólni, hogy mi a kú. Hogy nincs senki itt, aki eljött volna, eljött kú, és itt senki nincs ott, tudod, és így nem firtatjuk, megint odaírjuk, hogy kú. Na. Bocs. Rokokónak lőttek. Bárcsak kú lehetnék, mert akkor valószínűleg többen figyelnének rám, de visszakérdeznék, tehát miről beszélünk? L, lesbian, G, gay, B, bisexual, T, transgender. Robi, azt hiszitek, hogy csak ez a négy típusú ember létezik, plusz a heteroszexuálisok? Hát nem. A többi, például én lehetnék aszexuális, hogyha soha életemben nem kívánnék senkit, se szexuálisunk. De LGBTQ, itt tartottunk. Minden olyat, tehát odarakhat... De várj, ne haragudj. A Q az nem jelöl egy adott embert. Mindenki azt próbálta elmondani, hogy ez egy ernyő fogalom. Tehát ez egy ernyő fogalom. Ez nem egyenértékű az L. De ha ernyő fogalom, akkor miért kell kimondani, hogy LMBT? Hiszen az mind Q, akkor miért nem elég annyit mondani, hogy a Q mozgalom? A proporcionalitás miatt, ez nem olyan, tehát hogyha azt mondjuk, hogy Magyarországon kisebbségek vannak, és nem emeljük ki azt, hogy Magyarországon van egy jelentős cigányság, tótok vannak, nem emeljük ki, csak kisebbségekről beszélünk, akkor azzal a hangsúlyt levesszük olyanokról, akiket mondjuk adott esetben tudatosan ki szeretnénk emelni, mert tudatosan úgy érezzük, hogy jelentősége van ennek külön. Azt hiszem, hogy megértettem a kút. Viszont... Azt mondják, hogy Benoit B. Mandelbrotnak a nevében a B az Benoit B. Mandelbrot. És azon belül a B az Benoit B. Mandelbrot. És ilyen módon a Q az maga az LMBT, aminek a végére oda kell rakni a kút. Ami maga az LMBT. És annak a végére megint oda rakjuk a kút, és az megint egy LMBT. És újra elindulunk, és így csavarodik befelé. Nem akarunk naphosszat beszélni. Megállunk egy ponton, és azt mondjuk, hogy oké, és a többiek a Q. A többiek a Q, tehát az aszexuális. Oké, akit egyáltalán nem érdekel a szex. Valójában nem is egy szexuális csoport, hiszen leszarja a szexet. Nem, mozgalomba akar szerveződni, mert nem hagyják nem szexelni. A nem szexi hát, szex. Igen, és akkor előre ki kell egy Q. De mondjál még valakit, aki a Q-ba tartozik, ő mellette, aki leszarja a szexet. Náci vagy, egy mozgalomba. Náci vagy. Én azért vagyok komfortos azzal, hogy Q-t használok,
mert nem vagyok egy szak... Egyrészt, hogy nem szeretnék naphosszat beszélni, másrészt, hogy nem vagyok szakértő a nem tudom hány száz szexuális identitásban. Nem vagyok szakértő, azzal vagyok komfortos, hogy azt mondom, hogy Q, mert a leszbiket ismerem, a buzikat ismerem, a transzgendereket ismerem, a többit azt nem ismerem, és azt mondom, hogy Q, mert oké vagyok, mert így vagyok korrekt. Ennyi. És ha te nem ismered... A B akkor már lófasz. Jó. A B betű nem erre való, amire keresed, és hogy azon megvan, már ott van a B betű. Már ez a B betű, amiről beszélsz. Ez nem kell Q, a B. Egyébként itt látom a izét, a megkerestem, az L az Liberty, a G az Gun, a B az Beer, és a T az Tits, úgyhogy és két bombázó tartsa. Akkor így érthető a Q. Így érthető a Q. Érted? Így érthető a Q, hogyha a macsó... Tudtam, hogy pedofil, bazd meg. Elérkezett az apu, ugye a komoly... A kollega úr hozzáfűzte, hogy ő szerinte Szájer Józsefre vonatkozik a queer. Nagyon jó. Igen, parancsolja. Nem az ablakból, hanem az Eresz csatornáról fogsz leesni. Jó, de nem kell leesni, legalább le lehet kúszni. Haló. Na, vannak emberek, akik akarnak baszni. Szerintem kurva sokan vannak. És vannak, akik nem akarnak, azok az aszexuálisok, de vannak olyanok, akik nem akarnak baszni, de szexuális igényük van, és ő mondjuk egy olyan marginális csoport, aki csak mondjuk azt szereti, hogyha másokkal együtt maszturbál. Ennek nincs neve, ez a Q-ba beleesik. És még van egy csomó más ilyen, nagyon-nagyon-nagyon kis volt. Csoportra jellemző szexuális izgatottság, ami beleesett a Q-ba, de belerakhatnák például a BDSM-et is, csak ugye nem akarják az erőszakot összemosni az LMBT-vel, de ők is oda tartoznak, úgyhogy igazából ennyi, bárki, aki... Az erőszak nem erőszak. Az nem, mert az konszenzuális. Mert kölcsönös beleegyezésen alapul. Hát igen. Figyelj, eltettem a rokokó könyvet, lófasz... Berakod a BDSM-et, akkor tudod, heteroszexuálisokból csinálsz szexuális kisebbséget. Hogy felélénkült mindenki. Na, ja. Megvan a véleményem rólatok. Viszont akkor hagyjuk a kultúrtörténetet. Egy kérdés eszembe jutott így visszamenőleg a Kőszeg interjú, az egész szar kapcsán. Ugye, egy dologról nem beszéltünk a múltkor, te elkezdted pedzegetni, csak annyira szertágazó volt a téma, hogy erről nem beszéltünk, hogy az emancipatorikus szex ideológiai kiinduló pontja, és a MeToo-é is, meg az összes többi ilyen progresszív mozgalomé, hogy az elnyomó szex, vagy az uralmi helyzetből való párkapcsolat, tudod? Tehát Till Lindemann azért erőszakos, hogy mondjam el, mert ő a rockstárnak a hatalmi helyzetéből egy hierarchiát képez azokkal a grupi csajokkal. A tanár-diák kapcsolatban ugye hatalmi visszaélés van. A főnök beosztott kapcsolatban hatalmi visszaélés van, a sztár rajongó kapcsolatban, Robi, hatalmi visszaélés van, a szegény gazdag kapcsolatban hatalmi visszaélés van, Sugar Daddy, stb. Nem tudjuk ellenőrizni. És rájöttem, hogy ha komolyan vesszük az emancipatorikus kapcsolatot, akkor a legszigorúbb kasztrendszer jön ki a végén. Hiszen, ha én elfogadom egy nálam valamilyen szempontból alacsonyabb társadalmi, vagyoni, intellektuális státusz, pozíció helyzetbe levőnek akár a közeledését, én egy hatalmi helyzetből vagyok együtt vele. És így tovább. Ergo mindenki csak szigorúan a saját kasztjából válasszon partnert vagy párt.
És most jöttem rá, bazd meg, hogy miért van az, hogy a balos értelmiség csak balos értelmiséggel van. Ott nincs proli, bazd meg. Én még életemben balos, ilyen emancipatorikus értelmiségét nem láttam prolival. Hát ő nem azért nincs együtt prolival, mert lenézi, hát az ő jogaikért is harcol, meg a méltóságukért, hát az elfogadásért, meg a befogadásért, azért nincs prolival, mert nem akarja megalázó, elnyomott, hatalmilag alárendelt helyzetbe hozni. És a több nyelven beszélő, nyugati ösztöndíjas, az emancipációért élő, haló, balos értelmiségi, csak több nyelven beszélő, nyugati ösztöndíjas, international, balos értelmiségiekkel párosodik. Gulyás Marcihoz oda menne egy ilyen szép, fiatal srác, de aki szegény, ne adj Isten, kicsit butuska, nincs pozícióba, a Gulyás Marci biztos visszautasítaná, hát én nálad gazdagabb vagyok, én nálad okosabb vagyok, én nálad híresebb vagyok, én nálad sikeresebb vagyok. Ergo eljutunk a teljes tiszta, de a kristálytiszta kasztrendszerig, nem a varna, nem a izé, az a metaforikus arhaik, a lófaszt, a kasztrendszerig, amikor a taxisofőr kaszt, csak taxisofőr kasztbeliek között házasodhatnak, érted? És lehetőleg abban a faluban, érted? Ez a durva, ez a jati, egyébként a hindibe, meg a szanszkritbe ezt jatinak nevezték, születést is jelent, ez nem a varna. A varna azok a nagy kasztok kategóriák, ez a jati, a születés. És bazd meg, ez csak úgy nem lenne kasztrendszer, ha egy világforradalommal a teljes társadalmi viszonyrendszert meg tudnánk változtatni, de ez ugye meg lehetetlen, és erről már lemondtak. Ergo az emancipatorikus szex hívei a kasztrendszer hívei. Bazd meg! Tökéletes megvilágosodásom volt ez ügyben. Na. De valójában nagyon jól jön ez az álságos hivatkozás, tudod? Erre vonatkozóan. Hát, hogy nem kerülhetek hatalmi helyzetbe, hanem csak a saját. Valójában ebből egy arisztokrácia képződik, amelyiknek ez a, tudod, valójában ez a Versailles palota tükörterme kirakva ezekkel az ideákkal, hogy emancipatorikus szex, meg az a etikus létezés a saját buborékunkon, meg a saját Starbucks kávézunkon belül. Meg a saját értelmiségi közegünkön belül, amit a Mark Zuckerberg összerakott nekünk. Ja. Ja, egyébként figyelj, még talán annyit ez az egészhez, hogy ha lenne világforradalom, ami megváltoztatná a társadalmi viszonyokat, és nem lenne többet gazdag, szegény, semmi, mindenki egyenlő lenne. Azért a történelmi tapasztalatokból azt is tudjuk ám, hogy kurvára visszahozza az is a hierarchiát, tudod, csak rejtettebben. Vannak az egyenlőbbek, tudod? És az egyenlőbb, az már kisajátítaná ott, érted, a szexuális prédákat magának, érted, a szexuális ragadozó. Előjönne, csak ő azt mondaná, hogy hát ez az emancipáció, tudod, hogy én... Szeretném kifejezésre juttatni, hogy én messze menőkig pártolom az LMBT mozgalomnak a jogszerző, jogkiterjesztő polgári jogi küzdelmét. Bár látnék ilyet Magyarországon, de bárhol a világon. Leginkább Szaúd-Arábiában, Közel-Keleten. Én messze menőkig pártolom őket. Ezért a kötelességem, hogy tematizáljam ezt a kurva Q betűt. Mert ez a Q betű, ez kompromitálja az nem egész mozgalmukat. Róla, kompromitálja az egész mozgalmukat. És ha ezt nem érzik, akkor kurva nagy probléma van. És a Q betű valójában a teszt, hogy eléggé empatikus vagy-e,
eléggé beleérző vagy-e, hogy ezt a dolgot nem firtatod. Hanem azt mondod, hogy a Q az olyan furcsa, és ezt így hagyom, hogy ők ezt kitöltsék, ahogy akarják, és így nem firtatom. Pedig hát az az igazság, hogy az L, az M, a B, meg a T, ezek valódi kisebbségek. Valódi emberek, valódi jogokat érdemelnének. Az aszexualitás. Az aszexuális is az, de ő nekik, igen, de ő nekik miért kell küzdeniük, hogy, hogy lehessen nem szexelni. De most lehessen nem szexelniük. Nem érdekli őket, annyi mindennel lehet foglalkozni. Igen. Oké, ha lesznek ilyenek, hogy akkor rakják oda, hogy a, de... Annyi betű van, mondják, de ezek a betűk sosem hangzanak el, hanem mindig ezt mondják, hogy Q. És ez a Q, de most erre ilyen, hogy Q nincsen. És abban a pillanatban, hanem ezzel valójában... Fogalom. Valójában a fiatal... De... Én értettem, amit a fiatalember mondott. Igen. Én figyeltem. Igen, gyűjtőfogalom. Olyan betűkre, amiket nem mondhatunk. És már a jelentést el is küldtem a pártközpontba. Olyan betűknek a gyűjtőfogalma, amiket nem mondhatunk ki. Mert olyan sok van belőle, hogy tudjuk mondani az A-t, meg hát szóval izé. Te! Egyébként pont a múltkor ki is mondta azt, hogy a zsebembe levő tárgyakra biztos volt, aki kiverte itt a földön. Ezekhez tegyél egy-egy identitást. Na, az a Q. Aha, de a Q az... Vágod? Igen, de a Q az valójában azt jelenti, hogy az összes... Kurva anyám! Az összes... Csak... Az összes olyan elem a periódusos rendszerben, amit Mendelejev nem nevezett el, mert még nem volt feltalálva az a Q. Ez is és a, majd, ahogy telnek az évek, fogjuk megtalálni a Mendelejev táblázatban azokat, amiket ma Q-val fejezünk ki. Érthető. Egyébként miért irritált téged annyira ez a kibaszott Q? A jelentés hiány. Ez a jelentés a, igen, hiány. A jelentés Na, hiány. Akkor egy kicsit menjünk rá. Miért irritált téged, Robi barátom, a jelentés hiány? Azért, mert itt van egy mozgalom, négy olyan betűvel, ami jelent valamit, és egyel, ami nem. És ha én ebből a négyből bármelyiknek a tagja lennék, és pedig ha beleérzek az ő ügyükbe, akkor az ember beleérez abba, hogy valamelyiknek mondjuk a tagja, engem sérten a Q. De mi? Mert hitelre veszi föl egy heteroszexuális azért. De nem. Azért én meg egy kisebbség vagyok, akit ebben az országban... Mondjuk én nem vagyok heteroszexuális. Ha nem? Meleg vagyok? Nem. Leszbikus? Néha nevezem magamat annak. Tehát olyan pénisszel rendelkező leszbikus vagyok, aki a nőket kedvelem. És kikérem magamnak, ha a külsőm miatt test szégyenítenek, mert nem vagyok elég nőies. Ez már a patriarchális viszonyrendszer. Na, szóval se meleg nem vagyok, se leszbikus. Mi a fasz van még? Biszexuális se vagyok. Aszexuális se vagyok. Transzexuális se vagyok. Interszexuális se vagyok, mert nem vagyok hermafrodita. Egyik se vagyok, barátom. Igen. Van szexusom, van libidóm, és az mondjuk erre az asztalra gerjed, és én széknek képzelem magam olyankor. Hoppá! Akkor mi van? Hát, Puzsérnál megáll az ész. Nem, hát azt kéne egy ilyen szituáció. Életemben egy nem ilyen gondoltam volna, hogy én ezt a fasságot fogom védeni logikailag. Nem, de a logika fölött áll nálam a fasság fogalmának. De ebben mert a szituációban... így működik az agyam. Született fasiszta vagyok, tehát a logika minden fölött áll. Ergo én értem a queert, ő nem, engem ez zavar. Na, szarok én a queerekre. Van egy olyan szexualitás, hogy itt erre az asztalra föl van rakva egy műanyag kecske, és te arra rávered, és ez a szexualitás. Vagy mondjuk és csak ez? Vagy egy Kossuth díj, mondjuk így, az még jobb. Arra sokan csinálják. Igen. Arra sokan csinálják. Ebben az esetben van egy alternatív szexualitás. Két lehetőség van. Az egyik az, hogy a politikai mozgalom azt mondja rá, hogy itt a Q betű. A másik lehetőség az, hogy a szociológia tanszék, amit elvileg ezért tartunk, létrehozzon egy olyan kategóriát, ahol emberek tárgyakra, bizonyos tárgyakra verik. Érted? Az egy betű.
és azt a betűt létrehozza. Annak fétis. Ma kell, hogy legyen neve. Fétis. Tehát ha van ilyen, akkor kell, hogy igen, fétis, akkor kell, hogy legyen egy gyűjtőfogalom rá. Érted? Ez a szociológia tanszéken ezt a munkát kőkeményen el kell végezni. De azt mondta, és, érted, a fiatal ember azt mondta, hogy nem akarja az ABC összes betűit felsorolni. Aha. Ez a Q. Értem. A queer, a fura, a Q... ami tudjuk, hogy a 19. században a londoni rendőrség számára a kurvákat, meg a nem tudom miket jelent, azokat is egyébként, meg aki hülyén öltözött, meg buzi volt, meg minden, ma már nem ezt jelenti. A definíció az az, hogy a, tudod mi a Q? Az LMBT mozgalom széles retárt kapuja. A Q, no. Q az, amivel kinyitják a kaput bárki előtt. Igen. És ezzel azt mondják, hogy ha te azt mondod, hogy te LMBT személy vagy, az nem lehetsz, de lehetsz Q. Ez azt jelenti, hogy nem kell az LMBT bármelyikének is lenned, és jöhetsz. Ez azt jelenti... De ezt már elmondtad háromszor. Hát igen, ez a... Hát mindig erre jutok vissza. Mindig erre jutok akkor vissza. Te... Oké, így, oké, na. Így értem, de azért akárhogy is ezzel a kibeszéléssel tartoztunk. De hogy mindig saját magadat szopod le, ezt autofellációnak hívják. Ez is kúbazd meg. Hoppá! Önmagamat szopom le. Mint Gebb földisten egy ilyen pornográfú egyiptomi ábrázolásán, de ott ez az önmegtermékenyítést jelentette, bár ez a Robira is érvényes, és ez is kúbazd meg. Te kú, akkora kú vagy, mint a ház. Most mondjam azt, hogy... Én maradok leszbikus... Mire gondoltam, mi lehet még a... Aki a munkás mozgalomban nem férne, de kúr, de jó emberkedik már... Azt mondja a barátunk, annak az a tipje, hogy az Engels az Q a munkás mozgalomban. Tehát Engels burzsóáként lehet proletár, mert külön, tudod, szabadkártyája van. Akinek szabadkártyája van, annak nem firtatjuk. Fölmutatja a kártyát, és akkor tudod, burzsóáként közlekedhet a proletárok között, mint tiszteletbeli proletár, de közben élhet burzsóáként Engels, aki a proletárok vezére, a proletárok vezetője, megszervezője, de közben a maga burzsóa életét élheti. Na, hogy ilyen a Q az LMBT mozgalmon belül, kell egy szabad kártya azoknak, akik túlértékesek ahhoz, hogy elengedjük a kezüket, bárcsak melegek, leszbikusok, transzexuálisok, vagy aszexuálisok, vagy valamiféle kicsit is perverzek lennének, de nem azok, viszont szeretnének jönni, és nem tudnak a hülye betűk miatt. Ezt jelenti a Q. Oké, oké, oké. Örülök, hogy ezt tisztáztuk. Minden tisztáztunk, bazd meg. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz.